pár kérdést fölteszünk az egészségügyi állapotára vonatkozóan. Ez a mondat ebben a hónapban rendszeresen elhangzott a Balassa János Kórház és Rendelőintézetben működő patikában. A hipertónia elleni küzdelem hónapjában az egészségügyi dolgozók kiemelten kezelték a magas vérnyomásban szenvedők kiszűrését. A kampány azért is fontos, mert a statisztikák szerint több tízezer ember él ezzel a betegséggel, miközben nem tud róla. Statisztikák azt mutatják, hogy körülbelül 4 millió hipertóniás beteggel számolhatunk a felnőttek között. Nyilván a gyerekek közti hipertónia az nem feltétlen az én asztalom, de ez csak a felnőtt hipertóniásoknak az aránya, és ez az arány az nem, hogy nem csökken, inkább emelkedik. Mondja Bencúr Béla főorvos, az okok a szokásosak. Stressz, alkohol, dohányzás, rendszeres testmozgás elhanyagolása, nem megfelelő étkezés. A hipertónia az egyik első számú közellenség. Évi 10 millió haláleset köthető globálisan világszerte a hipertóniához, a többi betegségről, dohányzásról, diabétesről nem is beszélve, amelyek ehhez gyakran csatlakoznak. De a hipertónia, még egyszer mondom, önmagában 10 millió embert életét követeli, és ha most a talán magunk mögött hagyott Covid-járvánnyal összehasonlítjuk, annak az elmúlt két év alatt volt körülbelül olyan 6,5 millió halálos áldozata. A megoldás, mondja Bencúr doktor, a rendszeres vérnyomásmérésben van, mely azonnal figyelmeztet arra, valami nem működik rendesen a szervezetben. A házi orvosi vizitek alkalmával végzett mérés azonban nem elegendő, otthon is rendszeres szűrésre van szükség. A javaslat az, hogy minden esetben legalább 3 mérést csináljunk. A májusi hónapban zajló mozgalom célja is az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét saját felelősségükre is. A hónap során közel 500 embert vizsgáltak meg rajtaütésszerűen, többeknek azonnali ellátásra volt szükségük az eredményeik alapján.